Barátaim a 60-as évek elején még nem voltak koedukált osztályok Magyarországon. Ezt közületek, ahogy így körülnézek, már senki nem tapasztalhatta meg. De az biztos, hogy a fiatalok, különösen a fiatal férfiak, az ifjú fiúk biológiai fejlődése talán egészen más irányt vesz, hogyha másképp alakulnak a dolgok. Mindazonáltal így sem voltak megfosztva az ingerektől, tehát a helyes irány az kijelölődött számukra 62-ben is, csak akkor éppen ezt egy 40 pluszos csinos földrajztanárnő jelentette számukra. Hogy hívták őt? Milyen földrajztanárnő? Ki fog terülni a következő dalban? A legjobb kirándulásunk 1962 elején volt. Ott fent a Lajos forrásnál az osztályunk nevetett. Nem voltunk még koedukált, osztály fiúkból állt. Az ösvényed fénylő nap voltunk, és én és a többiek. Csányi osztályfőnök úrral, Csőke igazgató úrral, Vértes földrajztanárnővel, aki ott ment nylon blúzban. Figyeljétek összetettségét, szólt tanárnő, s felemelt egy csillogó hátú szép bogarat, juharfát és magas kölyfákat figyeltünk meg, megkülönböztettünk bibét és porzót utunk során. Vértes földrajz tanárnővel, a barna trotőr cipőssel, a kék színű melltartóssal, nikotintól sárga ujjal. Egy tisztáson napi erő, a vértes tanárnő lefekült és szemét lehújt a sok borzóval között. A pázsit tele virággal, kékkel, pirossal, sárgával, sok-sok földrajz tanárnővel, csupa lehújt szemű hozzám teledi jó ízzel, hűvös, hűvös forrás vízzel, álmos földrajz tanárnőkkel, csupa lehújt szemüvekkel.